Sziasztok! El is telt egy hét, úgyhogy itt vagyunk Cokkó Nórival, a Más Nézőpont második epizódjával, aminek mi is a címe, Nóri. Pont az előbb én kérdeztelek téged, mielőtt elindult a felvétel, sziasztok, de hogy gyakorlatilag a pénz áramlása és a mi blokkolja eszembe jutott. Pontosan. Úgyhogy most szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon hosszú távú téma. Én megmernék esküdni rá, hogy nem csak most fogunk erről beszélni, de viszont érdemes erről hosszan beszélni, mert hogy annyi tévhit van e körül szerintem, meg annyi blokk, meg annyi szégyen, meg annyi minden ilyen félreértés, hogy wow. Úgyhogy én meg is kérdezném, hogy neked mi a véleményed a pénzről, illetve hogy mi a kapcsolódásod a pénzzel? Ez egy nehéz kérdés, és csak arra visszakapcsolva, hogy valószínűleg most fogunk ezzel először foglalkozni, hogy ami így a cím kapcsán bennem először felmerült, hogy a pénzáramlása is blokkolja, hogy azonnal lett bennem egy ellenállás azzal kapcsolatban, hogy Jézus Mária, ez egy olyan téma, amiben azon féltem hozzányúlni. Tehát kicsit olyan volt, mintha egy ilyen tüzes téma lenne. Mert hogy én ebben nem vagyok kompetens, ezt én nem tudom. És nyilvánvalóan ez feltűnt nekem, mert hogy a többi témával kapcsolatban nem volt ez az érzésem. És a pénznél sem gondolom, hogy pénzügyi szakértő lennék, pénzügyi tanácsadó, vagy gazdasági végzettségű, ugyanúgy, mint minden más témánál, ennél is úgy beszélgetünk erről, mint két nő, akiknek van erről megélésük különböző nézőpontokból. Mégis jött ez az érzés, hogy Atya Úristen, ez a téma. Tehát, hogy én hogy viszonyulok ehhez a témához? Mindig minden ilyen önfejlesztő tartalomban, tréningben mindig nagyon füleltem, és mindig sokkal jobban kinyitottam a szemem, fülem, mikor ez a téma volt, hogy pénz, mert éreztem azt, hogy ezzel elakadás van. És van egy ilyen állandó működés, amire, hogyha az ember rájön, és megpróbálja egyáltalán azonosítani, hogy mi az ő működése a pénzzel kapcsolatban, akkor talán az már egy első lépés lehet, de hogy én abban látom a társadalmi szinten is a problémát, hogy erre nem jövünk rá, és nem azonosítjuk a problémát. Csak mondok egy példát, hogy mire gondolok. Például nálam egy ilyen beakadt működés volt az, hogy hiába van az, hogy megkeresek X forintot, teremtek magamnak olyan helyzeteket, amivel ezt az X forintot nem tudom mondjuk a biztonsági tartalékomhoz hozzárakni és képezni, hanem jön valami idézőjelben egy kihívás, valami fontos, valami szükséglet, valami kell, valami gyakorlatilag kikerülhetetlen szituáció, amire azt a pénzt el kell költeni. És bejött az X, és már el is ment. Tehát az a fajta biztonság érzet, amire én mindig is vágytam, hogy legyen megfelelően félretéve, vagy nem tudom, micsoda, az nem tudott így megszületni. És akkor ezzel mindig elkezdtem gondolkodni, hogy hát ez hogy lehet, hogy mindig jön valami, hogy a rohadt életben, hogy lehet az, hogy mindig jön valami szituáció, hogy nem igaz, hogy egy pillanatra nem történik valami olyan helyzet, ahol én végre meg tudnám őrizni ezt a pénzt. És nyilván egy idő után rájöttem, hogy hát ez nem a helyzet jön, hanem én vonzom be, mert gyakorlatilag blokkolom azt a fajta működésemet, hogy én félre tudjak tenni, mert valami érez nekem, itt nincs helyre téve. És akkor persze vissza lehet menni egészen gyerekkortól, hogy amiket minden tréningben hallhattunk, minden könyvben olvashattunk, hogy mik voltak a mondatok a pénzzel kapcsolatban, mennyire szerette a család a pénzt, mennyire volt ez egy kellemes és jó téma, vagy éppen a rossz érzéseket társítottuk hozzá, és hát végig gondolva, igen, hát gyakorlatilag tök klasszikusan történt nálam is nagyon sok minden, és a félelmek, a biztonságkeresés, és ugye nőknél ez egy nagyon érdekes dolog, és nekem is ez egy dilemmám, hogy az ember biztonságra törekvő valamilyen szinten, annak ellenére, hogy én azért egy kockáztató típus vagyok, tehát én azért neki fejjel megyek néha a falnak, és hozok gyors döntéseket, amik azért pénzügyileg is néha meg tudnak billenteni, de hogy hogyan lehet ezt nőként egyensúlyba hozni, és hogy ez egy állandó kérdés, és a magam részéről, ahogy vagyok, hogy van ebben már egy fejlődés mögöttem, van még egy nagyon nagy út előttem, ez biztos, de amiről majd talán beszélgetni tudunk, arról már azt érzem, hogy mindenképpen hitelesen tudok én is beszélgetni, ami mögöttem van, és azokat a lépéseket, amiket már én megtettem ennek kapcsán. Így most ez az első impulzusom. Én nagyon sok mindent le is jegyzeteltem, mert én ezzel a témával nagyon-nagyon régóta foglalkozok, és elég megszállottan. Én ugye egy gazdag családból származom, tehát nekünk nagyon sok pénzünk volt. Nekem apukám egy mafiózó volt, és tényleg amikor, tehát hogy most nem is tudom, hogy mihez hasonlítsam, amikor az embereknek kenyérre és vízre volt pénzük, én nekem Barbie babám volt Ausztriából, meg ilyenek, és
és nyilván voltak körülöttünk a slep, akik eltűntek, amikor már nincsen pénzed, és de mi tényleg nagyon-nagyon gazdagok voltunk. És akkor pont most, egy két héttel ezelőtt nagyon-nagyon érdekes téma jött fel bennem, hallgattam az Erdélyi Nikinek ilyen elengedését, és így a pénzzel kapcsolatban beugrott egy régi téma. És azt is többek között most én megosztom azért, hogy lássátok, hogy mennyi mindennél lehet elakadás. Például nekem a legjobb barátnőm gyerekkoromtól kezdve, mi így több család voltunk barátok, és együtt mentünk suliba, és a barátnőm az osztálytársam is volt. Ez nem a legjobb barátnőm, aki gyerekkorom, aki tényleg így születésemtől kezdve, hanem egy iskolai barátnőm. És állandóan a testnevelés óra alatt ugye rengeteg pénzzel járkáltam suliba, tehát így általánosban is ilyen 20 000-es volt nálam kb. Akkor állandóan a testnevelés óra alatt kiraboltak. És egyik alkalommal olyan szinten kiborultam már ezen, tehát mint egy napi szinten mondjuk kiraboltak, vagy egy héten kétszer, vagy ilyen durván. És annyira kiborultam, hogy sírtam az osztály előtt idegesen, hogy adja vissza az, aki kirabolt, mert ugye ez már nevetség és gáz. A barátnőm ott állt mellett, hogy igen, hogy mit képzeltek magatokról, hogy ez tök ciki, meg tök rossz indulatúság, hogy adjátok vissza. És telt múlt az idő, egyszer csak a nagybátyám, amikor beteg voltam, és megint eltűnt tőlem pénz előző nap, így megkérdezte, hogy mi van akkor, hogyha a barátnő volt? Mert hogy ez ilyen gyanús. Mondom, hogy dehogy is, az nem lehet. És kitalálta, hogy hogyan csaljuk törbe. De ráadásul nem is az volt, hogy ők nagyon szegények voltak, érted? Hanem ott is az édesanyja Pető intézetben dolgozott, az édesapa egy művész szobrász volt, tehát egy nagyon-nagyon luxi lakásuk volt, a Szilágyi Erzsébet hasonló, tehát nem az volt, hogy valami, tudod, nagyon szegények. És akkor törbe csaltuk igazából, az a lényeg, hogy kiderült, hogy a barátnőm az, aki kirabolt. És akkor természetesen utána az édesanyja jött, kifizette nekünk, bocsánatot kért, és akkor tőled már így belegondoltam, hogy úristen, ez a barátnőm ilyen ahonos krémeket is, ilyen 8-10 000 forintokért adott el nekem, mert azt mondta, hogy ilyen krém, meg olyan krém, meg olyan krém. Én meg olyan szinten naív vagyok, nem hülye voltam, hanem naív, mert meg se fordult a fejem, hogy a barátnőm át akar verni, rosszat akar. És képzeld el, most, amikor ezt az elengedéses témát így hallgatom, hogy feljött bennem ez, hogy ez mint blokk visszatart, még mindig bennem van, hiába telt el annyi idő, mert hogy az lett ennek a következménye, hogy bennem, és erre jött rá majd édesapám története is, bennem az lett a konklúzió, hogy ha te nagyon gazdag vagy, akkor átvernek, elárulnak, cserben hagynak, és a legjobb barátod is kifoszt téged a pénzért cserébe, és hogy én, oké, én nem akarok gazdag lenni, mert a gazdagság egyenlő az embereknek a rossz arcát meglátod, és csalódsz bennük. És hogy én nem akarok csalódni emberekben, én a szépet, a jó oldalukat szeretném látni, nem azt, hogy gyarló, meg tényleg olyan dolgokra képes, amit én emberre nem tennék meg, és hogy olyan szinten ott csalódtam, és azt éreztem, hogy elárultak, hogy ezt azóta is cipeltem magam, és persze rögtön a hangüzenetbe fölmondtam neki, hogy figyelj, ez azóta is bennem van, képzeld el, ezt most nem felhánytorgatom, hanem elmondom, és elmondtam, hogy mi van bennem, és úgy megkönnyebbültem, egy nagyon jó érzés volt. Akkor amik még így bennem így feljöttek, pont egyik alkalommal pár hónap ezelőtt dolgoztam ki magamból, hogy nekem apukám sosem volt velünk. Nekem a szeretett nyelvem az idő, együtt töltött idő, az ölelés, meg ilyesmi. Neki viszont, mivel szegények voltak nagyon, és nagyon nagy családból származott Törökországba, neki a pénz volt a szeretett nyelve, illetve az, hogy biztonság, pénz, hogy mi ne olyan szegénységben nőjünk fel, mint ő. Tehát neki a szándéka nagyon jó volt. Viszont ugye ő úgy döntött, hogy nem a velünk töltött időt választja, hanem azt, hogy hazajön heti egyszer-kétszer, és akkor lead rettentő sok pénzt, meg megvesz nekünk mindenféle cuccot, és cserébe ugye elvárt volna, hogy mi szeressük őt. És hogy bennem kialakult egy ellenállás, hogy engem és a szeretetem helyett édesapám a pénzt választja, ezért féltékeny vagyok a pénzre, hogy több figyelmet kap, mint én, és ezért elutasítom. Nagyon durva.
De tényleg, akkor még csomó, számtalan ilyen, ilyen dolog lehet a pénz mögött, ami bennem is ugye fortyog, meg feljön, hogy azt tanuljuk meg, hogy a pénz nem jön könnyen, küzdeni kell, vért izzadva, és keményen kell dolgozni, mert akkor vagy tisztességes. És hát mi hát ez eleve az emberbe azt kapcsolja be, hogy neked túl kell adnod folyamatosan, csak az az értékes, ugye itt még bejön mellé a nem vagy elég jó is, és hogy akkor, hogy állandóan, hogy te egy ilyen küzdelembe tartod magad, nem fogadod el, hogy könnyen is jöhet, mert ha könnyen jön, akkor annak ára van, az nem jó minőségű, az gyanús, ott valami suskus van, meg az fura, mert küzdeni kell, és ezt kell csinálni. És ez bennem is, abszolút. Meg hogy kalandossá kell tenni, és akkor nekem volt már olyan 23, meg 500 forintok voltak a számlámon, mert hogy már annyira lenulláztam magam, annyira elutasítottam ezt az egész dolgot, hogy ilyen jó nagy szarba kevertem magam, és akkor egy ilyen perverz élvezetet nyújt az, hogy ebből valahogy kikászálódjál. Szóval, hogy tényleg a szégyentől kezdve, nem tudom, de hogy az ítélkezésen át, hogy apukám pénze koszos, mert bűnből van, nem tudom hányan vagytok így, hogy megítélitek azt, hogyha mondjuk egy utcalány fizet nektek, vagy valami, mert hogy ő mocskos, hűfelette ítéletet mondunk, és akkor ő az ő pénze az büdös, az koszos, a pénz az koszos, az teher, az nyomasztó, és akkor ráadásul még erre jön rá az, amikor van az elnyomó, meg a szegényén, és az elnyomó mit csinál? Te ilyen drágán dolgozol. Nem lehetne, hogy olcsóbban? A szegényén, aki meg nem húzza meg a határát, és tökre szégyenli, mindenki nagyon szégyenli ezt a pénztémát, és mindenkinek összeszorul a gyomra, ha erről kell beszélni, és így szorongsz, te eleve szorongsz, és nem mered megmondani, hogy figyelj, nekem ennyi az órabérem, a velem tartott munka ez. És a legtöbb ember belemegy abba, hogy őt kizsigereljék, mert az elnyomó azt mondja, hogy hát ez drága, mások sokkal olcsóban csinálják, mindenkinek jó volt az az ár, amit megadtunk. És akkor én mindig a lázadó voltam, aki azt mondta, hogy figyelj, én ennyiért végzem el a munkát, ennek két kimenetele lehet, egy, kirúgnak, kettő, te egyedül megkapod azt a pénzt, általában mindig ez történt meg, de egyszer amúgy ki is rúgtak, csak ugye kockáztatni kell. És bennem volt mindig azért egy akkora tartás, hogy persze itt nem 100 000 forintos órabért kértem, hanem kis pénzeket, de hogy kiálljak ilyen szinten magamért. De hogy a legtöbb ember tényleg nagyon-nagyon olcsón dolgozik, mert azt gondolja, hogy azt érdemli, neki ennyi jár, ez a világ csak ennyit tud, szegénység van, nincs elég pénz, és hogy senki nem mer kiállni magáért, mert a biztosat választja, mert a fejében csak az létezik, hogyha én kiállok magamért, elutasítanak, kirúgnak, és még meg is szégyenülök, és amúgy az elnyomó tesz is róla, hogy ez így is legyen. Én is vagyok egy elnyomónak, úgymond a közelébe. Nem dolgozunk úgy együtt, szerencsére már, de hogy nagyon érdekes, hogy mindig én voltam az, aki kinyitom a számat, hogy megpróbál így lenyomni, hogy előbb hitelesnek kéne lenni, előbb valamit le kéne tenni az asztalra, csak akkor érdemled meg ezt, meg azt, meg azt, hogyha. És tudod, de nagyon érdekes volt ezt már úgy figyelni, hogy rám már nem volt hatása. De teljes mértékben tudom, hogyha ez x évvel ezelőtt jön, úgy maga alá döngöl, hogy a végén még én könyörgök neki, és elnézéseket kérek, hogy mit képzeltem magamról. Szóval, hogy ez nagyon, de tényleg nagyon, tág. Mit hoztam fel benned, Nóri? Tág, és csak azon gondolkodtam, ameddig így beszéltél, hogy hány félét gondolhatunk közben, ahogy hallgatunk téged, akár kinézi ezt az adást, hogy hány saját történet jöhet fel, és erre utaltam azt, és erre hoztál szerintem nagyon-nagyon szemléletes és életszerű példákat, amikkel szerintem sokan tudnak azonosulni, hogy igenis szerintem az első lépés el felé, amit még hogyha nagyon összezavarodva is érezzük magunkat ezzel a témával kapcsolatban, tudunk tenni, hogy végig gondoljuk a saját viszonyulásunkat, hogy elképzeljük azt, hogy milyen érzés volt, amikor mondjuk otthon mi zseppénzt kértünk, milyen szavak társultak a pénzhez, milyen hangulat volt otthon a pénz kapcsán,
nekem így feljött például, és átvezetve a vállalkozásba, mert hogy azért te is átvezetted azon a ponton, hogy te mennyit kérsz el, neked mi az árad. Tehát, hogy az is egy nagyon fontos dolog, nem lehet elválasztani a vállalkozói működésünket a saját pénzügyi paradigmáinktól. Tehát, hogy muszáj rajta dolgoznunk ahhoz, hogy valami javuljon a vállalkozásunkban is, mert akkor ugyanúgy jön megy majd a vállalkozásban is, mint ahogy jött meg alkalmazottként is, tehát, hogy gyakorlatilag a maga működés ez nem változik semmit. És eszembe jutott az, hogy nálunk mindig egy ilyen gyásznap volt, amikor mondjuk jött egy NAV-os levél. Tehát, hogy lehet, hogy csak egy tájékoztató volt benne, és semmi több, de hogy a NAV-nak az intézménye az egy ilyen, mint valamilyen ilyen lesújtó, borzasztó negatív erőkkel társított dolog volt, hogy jön egy NAV-os levél, Jézus Mária, most mi lesz? Tehát, hogy mi lehet benne, és hogy az hogy van. És hogy észrevettem én is, amikor megnyitottam a vállalkozásomat, hogy bármi, ami jött az ügyfelkapon, egy értesítő, vagy jött egy NAV-os levél, azonnal ugyanez az érzés kezdett bennem is feljönni, és azért ez egy munka volt átkeretezni azt, hogy most, tehát, hogy rájönni arra, hogy most tulajdonképpen mitől vagyok ennyire beszarva? Mi tud történni? Benne lehet egy nagy összeg. Ez a legrosszabb, amit tud történni. Van benne egy nagy összeg, amit be kell fizetni. Ennél rosszabb nem tud történni, viszont a világban számtalan ennél rosszabb dolog van, és én magam is számtalan ennél rosszabb dolgot megéltem, mint valami nagy összeget kifizetni. És nyilván így az is eszembe jutott, hogy az önszabotás itt is, hogy hányszor van az, hogy túl azon, hogy végig gondolod azokat a dolgokat, hogy egyáltalán honnan indultál, mi volt a pénzügyi mentalitás a családodban, érdemes megfigyelni saját magunkat is bizonyos tevékenységek között. Nekem ugye ez a jön és már megy is, és ez például eszembe jutott az, hogy nekem volt egy időszak, amikor írtozatosan sok parkolási bírságot gyűjtöttem be. Egyszerűen nem indítottam el, akkor akár úgy is, hogy nem állítottam le, és akkor ugye nagyot számlázott a parkolási díj. Elfelejtettem, hogy azt gondoltam, hogy indulok reggel 8-kor, akkor nem kell fizetni, de mégsem indultam el, és elfelejtettem. Tehát, hogy de ez napi szinten megtörtént. Tehát nem az, hogy néha-néha, hanem rendszeresen. És akkor jött a bírság, akkor össze-vissza voltam, elraktam. Nyilván a bírságot nem fizettem be 15 napon belül, akkor ez már felemelkedett 10-re. És tulajdonképpen múltkor, amikor így ezeket a bírságokkal, vagy itt a adminisztrációt el akartam rendezni dossziékbe az összes papírmunkámat, akkor nyilván ezeket a bírságokat mindig elrakom, és ezeket be akartam gyűjteni egy helyre. És be is gyűjtöttem őket egy dossziébe, és látva azt a vastagságot, hogy atya úristen, ember nincs ilyen, tehát ez a szégyenérzet, ami elfogott saját magammal szemben is, hogy hogy lehetek ilyen hülye, hogy nem figyelhettem oda erre, de hogy nem csak egyszer-kétszer, hanem ennyiszer, hogy nem figyelhettem oda erre. És akkor a párom mondta, hogy megengedett, hogy összeadjam. És mondtam, hogy összeadhatod, de akkor magadnak mondod, de én erre a szemre nem vagyok kíváncsi, tehát nem kívánok vele szembesülni, köszönöm szépen, és akkor összeadta, és hát nyilván nem bírtam, hogy ne kérdezzem meg, és hát ez egy 6 szemegy összeg volt. És azt gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mennyire fölösleges, mennyire bosszantó, mennyire béna ez az egész, és nyilván saját magam előtt szégyeltem, nagyon saját magamat, hogy hogy lehetek ilyen. És végig gondoltam, hogy ez sem a feltétlen a szétesettséghez, vagy a fókuszhoz tartozik szorosan, bár összefüggnek, hanem sokkal inkább ahhoz, hogy milyen módokon tud az ember megtenni mindent azért, hogyha esetleg, ha nincs jó barátságban a pénz, hogyha nem tudja elfogadni azt, hogy a pénz van, hogy van pénzteremtő képességed, mert ez az egyik legfontosabb dolog, akkor milyen módokat tudsz teremteni saját magadnak arra, hogy ez elszállni. És talán amiben én igyekeztem első körben fejlődni, ez 2 dolog volt. Az egyik ennek a pénzteremtő képességnek az elfogadása, hogy felhozzak magamnak olyan pozitív helyzeteket, amikor végig gondoltam, hogy milyen módokon teremtettem magamnak olyan szituációkat, ahol én pénzt tudtam hozni a házhoz. Tehát, hogy van pénzteremtő képességem. Egyébként ez a perverz mód, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztad, hogy amikor nehéz anyagi helyzet van, akkor perverz módon még jól is esik abból kimászni, tehát, hogy van benne egy ilyen spártai küzdelem, hogy most én ezt megoldom, és ezt megcsinálom, és hogy ez a perverz mód, ez bennem is bennem van. Tehát, hogy hatalmas survivor vagyok adott esetben, és nagyon-nagyon-nagyon necces helyzetekből kihoztam már magam úgy, hogy ezt a körzetemben még akár a legközelebbi emberek sem feltétlenül látták, tehát nem biztos, hogy tudták rólam, hogy én most egy nehéz helyzetben vagyok, és esetleg 500 forint van a pénztárcámban, mert rajtam ez nem látszott.
látszott, de mindig próbáltam így megoldani, és mikor lehoztam és megoldottam, akkor volt egy ilyen büszkeség, hogy én kimásztam ebből. De tulajdonképpen rájöttem, hogy ez egyfajta hamis büszkeség, mert hogy csak a saját mocsaramban úszom ezzel a küzdelemmel, spártai módon ugyan, és harcolok, mint egy amazon, de forgok, mint egy kis malac a mocsárban, és tulajdonképpen nem történik ezzel semmi, ez nem egy olyan nagy küzdelem, ebből kellene egyet ugrani, és kilépni ebből a mocsárból, és megnézni. És akkor itt kezdtem el gondolkodni ezen a pénzteremtő képességen, hogy visszaidézni pozitív szituációkat, és összegyűjteni olyan alkalmakat, amikor pénzt tudtam hozni a házhoz, amikor megteremtettem szituációkat, amikor kapcsolatokat pénzé faragtam, és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen ez a képesség bennem van, ez a képesség bármikor előhívható. Az, hogy ez a pénz utána hova megy tovább, hova távozik, ez egy másik kérdés, de hogy meg tudtam magam arra, hogy özni, képes vagy pénzt keresni, és ezt a szorongást, hogy úristen, most mi lesz, most honnan, most mit fog csinálni, ez egy picit ez oldotta, mert mindig tudtam, hogy lesz valahogy, de a másik nagyon fontos dolog volt, ami nekem szintén talán az egyik legnagyobb megugrandó dolog, amit félig meddig úgy gondolom, hogy sikerült is, ez a megtakarítással kapcsolatos dolog. Tehát, hogy ugye általános dolog szerintem, és én az általános magyar mentalitásnak tartom, hogy a megtakarításokkal nem vagyunk jóban. És hát erről nyilván tök sok statisztikai adat is van, hogy a magyar embereknek mennyi megtakarításuk van, vagy hogy, és most nem az elmúlt egy évről beszélt feltétlenül, mert ez egy nagyon szélsőséges dolog volt, de az elmúlt egy év meg aztán nagyon megmutatta, hogy mennyire szükség van erre. És akkor én azzal a módszerrel az elején, hogy az 1000 forint is fontos, és az 1000 forint, a Szabó Pétertől ezt nem megtanultam, hogy 1000 forintod van, azt is tett félre, ne becsüld le, mert az 1000 forinttal kezdődik minden. És mindig elkezdtem ezeket akkor félrepakolni, ezeket az 1000 forintokat, de tulajdonképpen megint jött valami váratlan szituáció, sajnos, hát mit van mit tenni, hát el kellett költeni, be kellett nyúlni a fiókba, ki kellett venni a borítékból a pénzt, és oda kellett adni. És akkor rájöttem arra, hogy jó, akkor annak érdekében, hogy a saját fejlődésemet megugorjam, ezért egy kis erőszakot teszek saját magamra, és akkor elkezdtem belemenni ilyen különböző megtakarítási konstrukcióba, a pénzügyi tanácsadóval. Amire sokan mondanak sokfélét, hogy ez jó, nem éri meg, hosszan térül meg, most teljesen tök mindegy, nekem egy dolog volt a fontos, hogy magamra erőltessek egy szokást, hogy olyan volt, mint egy rezsitényező, amit muszáj befizetni. Tehát csekkel jön, küldi az értesítőt, tehát hogy muszáj megtenni. És tulajdonképpen ennek köszönhettem azt, hogy el tudtam kezdeni megtakarítani, és ennek köszönhettem azt, hogy magamra erőltettem ezt a fajta szokást, hogy határideje volt, hogy jött a felszólító e-mail, tehát kicsit összekapcsoltam ezzel a régi paradigmámmal, aki megijed, ha felszólító levél jön, annak érdekében, hogy ezen egy kicsit túl tudjam magam tenni, és akkor eltelt így egy pár év, és rájöttem arra, hogy na hát, hát össze tudtam gyűjteni. Ja, de akkor tudok megtakarítani. Én azt hittem, hogy én képtelen vagyok rá, mert nekem mindig van egy igényem, hogy költsem, de nem, mert nem tudom csinálni. És akkor ez is elkezdett átalakítani a dolgokat, és most már benne tudom tartani a fiókban is, arról van szó. Tehát ezek kis dolgoknak tűnnek, meg annak tűnik, hogy jól van, hát most ismerem, hogy mi ez. De én azt gondolom, és a saját baráti körömben vagy környezetemben is látom, hogy ez egy nehéz és megugrandó kérdés, és hogyha ezt egy picit nem rakod helyre, vagy nem kezded meg az első lépéseket, mikor vállalkozást alapítasz, akkor ott majd nem tudom, mire költöd, akkor majd ott holnapra költöd, meg egy csomó minden dologra fölöslegesen, vagy Facebook hirdetése fölöslegesen. Tehát, hogy muszáj ezt rendbe tenni, mert ha magán pénzügyéddel egy picit nem vagy jól, vagy egyetlen nem vagy azzal tisztában, hogy mennyit költesz, ez még egy harmadik dolog, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy tudd, hogy mennyit költesz, mert én nekem fogalmam se volt, hogy mennyiből élek egy hónapban. Ez úgy fontos a vállalkozásodban is. Úgyhogy ez egy út, tehát hogy most erről hangsúlyozom, úgy nyilatkozom, hogy benne vagyok a folyamatnak a kellős közepében, de hogy ezeknek az apró lépéseknek én már ezen a ponton is nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Nagyon megszállottan voltam ennek a témának, már 10 évesen ennek a témának, így a rabja voltam, vagy nem is tudom. Én tényleg mindent kipróbáltam. A 42 napig meditálás, pénzmeditálás, minden gyerekek, tényleg, mutatok egy pár példát. A mindenség atya, a csodálatos örökfény, univerzum, világegyetem kifogyhatatlan bankja. Nem látszik. Aha, most jó, igen. 5 milliárd forint. Ó, szép is összeg. Hát, hogy akkor én csináltam olyat, hogy amikor jött az OTP-től utalás, akkor átírtam, és elküldtem magamnak, hogy néz ki az, amikor 5 milliárd forintot utalnak mondjuk. Vagy csináltattam ilyet, természetesen ez a törvény megfelelő méretben, hogy nyomtattam magamnak 2 millió forintnyi 20 000-est, hogy lássam, hogy
milyen vastag az, milyen a fogása, és így játszadozni vele. És mindig van egy plafonja az embernek, amennyit be tud fogadni, és bennem például rengetegszer ilyen ijjegységet kelt, úristen. És rájöttem arra, hogy azért, mert nekem a belső gyermek, tehát nekem nagyon hamar föl kellett nőni, 10 évesen rengeteg pénzt kellett az apámnak intézni, ügyvédnek adni a börtönbe, iszonyat sokat raboltak ki minket, de tényleg átvertek, nem úgy váltotta, nem, nagyon sok pénzünk, több, két lakásnyi pénz ráment arra, hogy azért, hogy hogy csalóügyvéd ilyen, ellopta a takarítón összet, így fú, és hogy rájöttem, hogy én akkor nagyon sok felelősséget sóztak rám, amiről fogalmam nem volt, és most például nekem ezt a felelősséget vállalok, képes vagyok rá, ezt kell nagyon erősítenem és helyre tennem, mert azt éreztem nagyon sok ideig, hogy én nem bírnám el a terhét a pénznek. És nagyon sok emberben az van, hogy akit lát, ugye bekapcsol az emberekben az igazságtalanság érzés, ha azt látja, hogy valakinek könnyen megy, ha valaki gazdag, ha valaki nálad butábbnak tartasz, sötétebbnek, nem tudom, lenézed, ugye, vagy más a rasszba tartozik, és akkor így nézel, és megítéljük, és hogy, hogy emiatt ilyen igazságtalanság érzés is kapcsolódik ugye magához a pénzhez, hogy neki bezzeg, milyen könnyen megy, pedig nekem 3 diploma, lalalalalala. És hasonlítgatjuk magunkat, és ez fertőz a hasonlítgatás, mert mindenki tényleg a maga szerencsének kovácsa. Nyilván itt most a tisztességes úton szerzett pénzről beszélt, nem azt, ami valahogy van. És hogy ugye bennem is az az érzés, hogy úristen, én képtelen vagyok elbírni ennyi pénzt, meg félek attól, hogy mit, olyan buta, kitömött szájú BMW kulcsos ilyen, ilyenné válok, ha nagyon gazdag leszek, és hogy elveszítem a személyiségemet, mert a pénz megváltoztat negatívan. És hogy egy csomó, ezeket csak azért mondom el, hogy lássátok, hogy mennyi minden rejtőzhet emögött a dolog mögött. És akkor még nem említettük azt, hogy a szülőknek a félelme, amit te is felhoztál, hogy mit láttál otthon, egymást tépték a pénzért, vagy nagyon beosztották, és oda nem mehetsz, mert 5 forinttal több. Ugye, amikor nekünk a nagymamám lett a gyámunk, ő képes volt kinézegetni, hogy G-Robi, CBA, nem tudom, mik voltak akkoriban, Julius Mein, meg ilyenek, és hogy melyikben mi az olcsóbb, és képes volt ilyen túrát csinálni, hogy akkor ő most bevásárolja az olcsóbb dolgokat. Ő mondjuk nagyon-nagyon jó volt a pénz beosztásában. Tehát állandóan volt pénze. Tök, már azt hitted, hogy tikinul lesz maga, nem, neki még mindig volt sutyiba, így, meg úgy, meg ide tett, meg hihetetlen volt, de tényleg. Ezt még muszáj tőle eltanulnom, de hogy így a felelősségvállalás, és hogy azt, hogy bele kell nőni abba az összegbe, abba, hogy érdemes vagy, abba, hogy szembenézel azzal, hogy mi mindent éltél túl, mi mindent tettél le az asztalra, és itt nem feltétlenül az ilyen nagy dolgok számítanak, hogy mások szerint hiteles vagy-e, hanem például, hogy tényleg a saját életedben tudod, hogy ez nehézség volt, és tovább jutottál, hogy sikerült, hogy ami neked a sikerélmény, és nem kell, hogy mások által elismert sikerélmény legyen, és hogy tudni azt, hogy az, hogy mennyi összeg van, és ezt magamnak is mondom, mert én is ezzel még mindig dolgozok, és küzdök, és hol fent, hol lent, hogy igen, hogy amint a fókuszom azon, hogy Jézusom, nincs pénzem, hogyan lesz pénzem, Úristen, most mi lesz, és hogy lesz, és azért azonnal beszorongok, kész, vége, blokk, nincs teremtés, sőt, még akkor jönnek azok, még számla, még hopp, ez jön, meg az jön, magam az jön, és amikor meg úgy van vele, hogy nézzétek meg, hogy a legtöbb gazdag ember, akinek sok pénze van, az nem a pénzen van a fókusza, hanem az teljesen természetes, hogy neki ez jár, és az áramlik. Akik meg nagyon ráfeszülnek, én nálam is, hogy jelentőségtelivé tettem, hogy piedesztára emeltem, hogy ó, a pénz, mert az a szabadság kulcsa, az utazás kulcsa, és ezért fogom, szorítom, ragaszkodok hozzá, mert csak ezt a megoldást látom, és hogy azért nem akarom elengedni, meg leszarni, meg feladni, mert akkor belül bűntudatom van, hogy úristen, én nem tettem meg mindent, eltelik az életem, nem voltam sehol, stb. A tipikus, ami az emberek többségét bántja állandóan, amikor fölkelsz reggel. És hogy amint így tisztázod magadba, hogy mi mindent tettél le az asztalra, hogy te mire vagy képes, és beleállsz abba, hogy igen, lesznek kellemetlen szituk, amikor nemet kell mondanod embereknek, de nem emberekhez ragaszkodj, hanem magadhoz.
És igen, vannak olyanok, akik azt fogják mondani, hogy fú, ez drága, fú, ez nem kell nekem, fú, nem érsz annyit, meg ilyenek, de azt engedni kell. És most nekem is volt egy ilyen, amikor kiderült, amikor már nem dolgoztam már tovább egy kliensemmel, mert hogy nekem éreztem, hogy nem fér bele az a megállapodás, hogy nem tartja magát az a megállapodás, az, amit megbeszéltünk, ő szerint tartja magát, én úgy éreztem, hogy teljesen tisztán megbeszéltük, és nem tartja magát, és ezért azt mondtam, hogy oké, mostantól ennyi az ára igazából a szolgáltatásomnak, és szeretném, ha ezt KP-ban fizetnéd, nem pedig úgy, ahogy eddig díleltük. És akkor utána ki is derült, kiborul a Billy, hogy ilyenkor a másik ember megpróbált ilyet lehúzni, összehasonlítani, de most ki az, aki egy személyedzésért 12 000 forintot kér, akkor mások 3 000-ért csinálják meg ilyenek. De ez ugyanaz a példa, amit az elején is felhoztam. És tök érdekes, mert most már hiába mondta ezt, bennem nem kapcsolt be az, hogy szégyeljen magam, amiért én drága vagyok, és miért nem csinálom olcsóbban, hiszen mindenki olcsóbban csinálja, mert annyira tudom, hogy amit én adok, az nem csak egy személyedzés, hanem egy komplett gyógyulás, egy nézőpontváltás, egy olyan érték, amit de neked ez örök életedre kamatozik, nem csak egyszer legugolsz 3 súllyal és kész, hanem örökre tudsz belőle meríteni, ha van a eszed. És hogy ez egy olyan mély összekapcsolódást hozott önmagammal, hogy így, még hálát is éreztem ennek az embernek, hogy ezt így kihozta belőlem, hogy mélyen ez van már bennem saját magamról. És hogy igen, vannak emberek, akik ezt fogják gondolni, akik megpróbálnak téged lehúzni, akik nem akarnak neked fizetni, de nem velük kell dolgozni, hanem azokkal, akik kérdezés nélkül azt mondják, hogy hova utaljak. És vannak ilyenek. És ez is olyan, hogy ki kell tartani, és hinned kell saját magadban, és mondom ha most már a módszereket is, hogy igen, amit a Nóri mondott, vagy amit vagy 10%-ot minden pénzedből, az 1000-esebből, a 200-asokból félretenni. Én is ezt csinálom most. Hogyha 1000-esem van, akkor abból is félreteszek. Vagy magát az egész 1000-est félreteszem. Akkor a Csernok Mikinek van fent a Kiszámoló Akadémia a YouTube-on, ez ingyenes, de tudtok neki utalni, hogyha nagyon tetszett az előadása. És az is tök sok ilyen pénzügyi tudatosságot ad. Én sem mertem soha kiszámolni, hogy mennyiből élek, mert befeszültem, hogy Jézusom, ennyit kéne keresnem, de hogy? És akkor rögtön az elme így totál befeszült nálam, de én mindig azt szeretem, hogy áramlik, és akkor valahogy történik az egész, és valahogy mégis megoldódott, de nem voltam rá tudatos. És hogy nekem még ezek segítenek, hogy mindig, amikor valami pénzes téma van, akkor így magamban nézek, hogy aha, most miért szorongok? Mi ez az érzés bennem? Mitől félek? Milyenek állok ellen? Mit tagadok? Ez az érzés hozzám tartozik? Kinek a gondolatához vagyok elköteleződve? Vezeklek, és a vezeklésem egyenlő a nagymamám mintáját követem? Hogy azt érezzem, hogy én vezeklek neki, és hálás vagyok neki, és akkor éltetem úgy, hogy viszem tovább a gondolatait, és az életmódját. És ezeket, hogyha így lemerített magatokba tisztázni, meg egyáltalán szembe mertek ezekkel nézni, hogy kinek a mintáit viszed tovább. Szóval mindig van pénzed, sosincs pénzed, mindig van pénzed, sosincs pénzed, sosincs pénzed, előre elköltesz pénzt, hitelt veszel föl, mert az könnyű. Szóval, hogy ha megnézitek ezeket, akkor így fogjátok a fejeteket, hogy Úristen, én a nagypapának a mintáját viszem tovább. Oké? Miért viszem tovább? És ezeket így ki lehet szépen elemezni, és ezzel megszabadítod magadat. Már a szándék elég. És ezt akartam még ide behozni, hogy mindig úgy állunk hozzá, hogy küzdeni kell, és nehéz. És nekem is tavaly kezdte el a Tusi amúgy ezt megtanítani, meg a Tóth Gábor, hogy nem, az élet könnyű amúgy. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen, minden ilyen, de hogy a szándékodtól már változik, és a szándékod határozza meg, és nem kell így nyomolni feltétlenül, mert ezzel megint csak egy önbüntetésbe keveredünk szerintem, és egy ilyen vezetésbe tényleg, hanem hogy amikor én is így utazok, akkor egyszerűen áramlik minden. És hogy ezt, amit külföldön meg tudok csinálni, ezt szeretném itthon is megcsinálni, nyomás alatt is megcsinálni, mert akkor én azt érzem, hogy akkor tudom ezt teljesíteni, és akkor élem már, hogyha mindenféle helyzetben, nem csak könnyebb helyzetben is tudom csinálni, és hogy nem higgyétek el, hogy ha megengeditek magatoknak, hogy könnyed legyen az áramlás, könnyed legyen a pénzkeresés,
akkor nem lesz az, hogy így ez a muszáj, hogy kemény legyen, mert azt mondták a szüleim, hogy akkor érdemlem meg, hanem vegyétek ki ebből, hogy ez nem a te gondolatmeneted, ez valaki másé volt. És mi lenne akkor, ha most hallanál először a pénzről? Ha nem lenne róla se gondolatod, se tapasztalatod, se mások gondolata, akkor mit gondolnál róla? Akkor hogy állnál hozzá? És ezek ilyen tök egyszerű kérdések, de mégis meghatározóak nagyon. Abszolút. Egyébként nyilván így szerintem ez is, mint minden más a családból jön, ahogy ezt az elején is azért ezt nekem meggyőződésben mondtam, és ezekről a mintákról, ezekről a transzgenerációs folyamatokról érdemes egyébként is olvasni, pénzen kívül is, mert persze joggal jön ilyenkor a kérdés, hogy jó, és hogyha tudom, hogy akkor nem tudom én mi, honnan jön, akkor mit csináljak vele. Onnantól azért következő lépés, hogy mit csináljunk veled, az első lépés az, hogy felismerd azt, amit mondtál, hogy tiéd ez a probléma, vagy valaki egész másé. És szerintem párkapcsolati mintában, pénzhez való hozzáállásban, meg annyi mindenben egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ezekkel foglalkozva. Az Orvos Tóth Noéminek egy könyve, az Örökölt Sors, ami méltán lett nagyon népszerű ebben a témában. Nem a pénz, hanem hogy miket hozunk máshonnan. És számomra, de állandóan valószínűleg ezt ilyen papagájként emlegetem, hogy a tudatosítás, hogy mennyire nagyon fontos, hogy ismert föl, és kezd el az életedben lévő szituációkat így megnézegetni. És az is egy szorongató pillanat lehet, amikor ennek neki kezdesz, mert félsz tőle, hogy mit találsz. Félsz tőle, hogy mit találsz, hogyha kinyitod a ládát, mi szabadul ki onnan, milyen szörnyek. És pontosan ugyanez a félelem van bennünk akkor is, amikor nem merjük összeérni, hogy mennyiben élünk. Hát engem is szorongatott, és szorongat a mai napig, akárhányszor esetleg vannak változások, és újra összeírom, hogy mikből élek, mert nem akarok szembesülni a saját tévedéseimmel, mert szégyellem saját magam előtt, hogy hát érezzük mindig, hogy hol vannak a necces pontok. Van azért egy intuitív érzésünk, hogy hát igen, azok a költségtípusok azok, amik egy kicsit nem biztos, hogy össze akarom adni, és látni akarom, de szerintem nagyon fontos, hogy ezeket lássuk, és erre van például, én nagyon szeretem a Coin nevű alkalmazást, amit nem töltök folyamatosan, a Coinban te az ingyenesen letölthető, tudod vezetni, hogy mire mit költöttél, ott vannak a költségtípusok, a háztartástól kezdve a rezsiszámlán át a parkolásig, ha már így behoztam a parkolást, mindent össze tudsz írni, és akkor szépen gyönyörű kis táblázatokat készít neked arról. Ez egy-két hónapig érdemes szerintem írni. Nyilván ez egy energia, ez egy plusz energia, hiszen költöttél egy rágóra 259 forintot, azt ugyanúgy beírod a Coinba. Ez kényelmetlen, meg szokás szinten be kell építeni, de mégis azt gondolom, hogy szerintem érdemes. És ott azért én szembesültem olyan tételek, hogy Jézusom, én ennyit költök, a nem tudom én mire, és mennyire fölösleges. És hogyha onnantól kezded a helyzet a figyelmedet, hogy ó, akkor erre legközelebb figyelni fogok, hogy ne vegyek mindig magamnak, nem tudom, 450 forintot egy fél literes kólát, amikor másról is otthonról, tök mindegy, de a lényeg az, hogy apróságokból tevődik össze, és az apró szokásoktól indul ez az egész dolog, és a 10 szelekos megtakarítás, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, mert azt is megtapasztaltam, hogy hiába lett több bevételem, hiába lett 2-3-szor annyi bevételem, mint x évvel ezelőtt, ha ezeken az alapvető szokásokon nem változtatok, ugyanúgy elköltődik a 2-3-szor több is. Tehát, hogy te azt hinnéd, hogy majd a több pénzből tudok félretenni. Én is ezt hittem. Én is mondtam magamnak, hogy mondhat bárki bármit, hogy a 100 forintból is tett félre 10%-ot. Csak én szerintem a több pénz, ennyiből nem lehet félretenni, hát ezért. De az is egy nagyon fontos mondat, hogyha megtudsz, hogy is szól, hogy ha a 10%-ot vesszük alapul, akkor a 90%-ból is tökéletesen meg tudsz élni. Tehát nem kell, hogy a 100%-ot elkösd, a 90% is tökéletes lesz arra, hogy kifizesd azokat a dolgokat, amik neked minden hónapban szükségesek. A 10% meg egy előre gondolkodás, mert hogy sokszor hozunk, és én magam is hoztam nagyon sok olyan rossz döntést, ami abból a félelmemből fakadt, hogy mi lesz, hogyha nem lesz. És az egyik dolog a paradigmáid megváltoztatása, a másik dolog pedig a megtakarítás, mert ez a kettő dolog az szerintem, ami tudja adni ezt a fajta magabiztosságot, hogy egy kicsit másképp viszonyulj. És ami még itt nagyon érdekes, a párkapcsolati rész, hogy te hozod a sajátodat, ő hozza a sajátját, a saját kis meggyőződéseit, ő így vásárol, te úgy vásárolsz, te elmész a Pennyből, a Gérobiből, nem tudom, miből, mert azt láttad otthonról, ő úgy vásárol, hogy tök mindegy, mindent beízegünk a kosárba, és halmozza, mert neki attól van jó érzés, hogyha tele van a hűtő, akkor érzi magát biztonságban, hogyha kinyitja a hűtőt, és abban mindig van étel. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, mikor két ember összehozza a saját kis világát, és egymástól is nagyon sokat lehet tanulni. Szerintem ilyen pénzügyi paradigma valam. Igen, nagyon is. Valahogy ez egy nagyon jó téma,
és tényleg magunkban kell merni nézni, akkor is, hogyha nehéz, mert utána megszabadulunk, de tényleg. És nekem is van egy csomó olyan tévhitem. Volt egy elhoztam egy ilyen kartonmappát, ez nem pénzzel kapcsolatos, csak hogy egy példa arra, és így állandóan toltam magam előtt, a mappának az anyagát be kellett volna vinni. De láttam a mappát, hogy úristen, ez vagy 1000 név, és már az vagy 4 óra elfoglaltság az Excelben, amit amúgy is utálok. És amikor már nagyon-nagyon szégyen volt, már nagyon szorongatott, akkor nekiültem, és 10 perc volt, mert valójában csak 10 nevet kell bevinni. Szóval és akkor így rájöttem, hogy na jó, és én 2 hónapot tök rosszul éreztem magam, és közben ilyen nevetséges idő alatt meg lehetett csinálni. Szóval, hogy sokszor, amit gondolom, hogy az Úristen nagyon sokáig fog tartani, még azt kikezelem, fú, nagyon durva dolgokra fogok rálátni, és Úristen, ez lehet, hogy nem is így van. Lehet, hogy azt számolod össze, hogy hallod, még marad is 100 000 havonta, vagy hogy fú, ilyen kevésbé élek meg, de jó. Tehát nem feltétlenül csak a rossz oldala van ennek, hanem a jó is, de igen, és az, hogy érdemesnek tartsuk magunkat, hogy ne szabotáljuk el a lehetőségeinket. Én nagyon sokszor csináltam azt, és még most is előfordul, hogy tolom magam előtt, és tudom, hogy ez fontos lenne, és abból pénzem lenne, és azt tudom utoljára, mert most a Canvába szerkeszteni jobb érzés nekem, és ezért nincs kint kirakva egy programon mondjuk hónapok óta, ami pénzt hozhatna a házhoz. Tehát gyakorlatilag halogatom, és önszabotálok. És akkor ebbe is bele kell néznem, hogy oké, de ez nekem miért jó, hogy önszabotálom magam, és akkor jár is szerint valamiért bünteted magadat. Valamiért ebben tartod magadat. És idő még átemeled tényleg a fejedben, és ezeket oké, nincsen semmi baj, csináljuk, ott 4-3-2-t csináljuk, de hogy legyetek türelmesek, és tényleg nekem sokat számít ez, amikor leírom ezeket a gondolataimat, és újra látom, hogy fú, milyen minta, úgy jött ki belőlem, wow, és ez a naplóírás nem hülyeség, akkor is mindenki ezzel jön, de nem hülyeség tényleg kiírni, hogy milyen életre vágyok, milyen bőségre vágyok, akkor is, ha még nem tudod elképzelni, mert átviszi a fókuszodat arra, hogy nincs pénzem, 100 000 forintból élek, a Telekomnak dolgozok, átviszi arra, hogy merjél vágyni, hogy egyáltalán merünk-e vágyni, merünk-e álmodni, merünk-e bármit elképzelni, vagy lelengyítjük az, hogy úgyse lesz soha pénzem, se Bora-Borára, se egy Teslára, és akkor már hagyjuk is. Vagy megmerjük engedni azt egyáltalán, hogy ott legyen a fejünkben, és legalább napi 5 percre azon mozizzunk, és akkor így átéljük, és kész, nem is kell vele többet foglalkozni, mert utána ez így összeáll. És a napi gondolatainkat tök érdemes figyelni, hogy beszélünk másokkal a pénzről, mennyire szorongat minket, ha valaki azt mondja, hogy képzeld, most kaptam 1 millió bónuszt. Vagy pedig, tehát hogy közben az irítség, vagy hogy hagyjon meg ezt kapcsolva, vagy hogy wow, de jó, én is képes vagyok rá. Tehát, hogy ezek is tök érdekesek. A napi beszélgetésben hányszor hallgatod meg, hogy hát most hitelt vettünk fel, nincs pénz, képzeld el, ez meg az nem kapta meg, nem adta vissza a tartozását, hanem hogy, és akkor te is belemész ebbe a fortyogásba, meg ebbe a pampogásba, és ebbe a negatívba, és benned is ugyanezek a gondolatok alakulnak ki, vagy tényleg képzeld magad, olyan könyveket olvas, amit ilyen gazdag emberek, olyanok írtak, akik megcsinálták a szerencséjüket, és az változtatja más irányba akkor a gondolatét, és a végén igen, lehet, hogy ezeket az embereket, akik itt lehúznak, és akik itt akarnak maradni a szennyben, azoktól meg fogsz szabadulni, és így lekopnak róla, mert már nem fogod érezni azt, hogy belük akarsz barátkozni, mert egyszerűen érzed, hogy már nem vagytok egy szinten, és ezt nem szégyen bevallani. Mert aki akar maradni, az marad, ha te menni akarsz, akkor ne maradjál itt azért, mert hozzájuk hű vagy magadhoz, nem? Hanem akkor haladj az úton előre. Ez ilyen. Igen, az irítség jutott még eszembe, mielőtt így lezárjuk a témát, hogy valóban az, hogy kire figyelsz, hogy magadra figyelsz, a saját szokásaidra figyelsz, a saját paradigmaidnak a megváltoztatására figyelsz, vagy azon izélsz, hogy a nem tudom milyen politikusok hogyan és mit csinálnak, és arra helyezed a fókuszodat, amire egyébként zéró hatásod van. Nyilván sokkal könnyebb más emberek dolgain pampogni, másokra irigykedni,
és másoknak esetleg a pénzét megkérve jelezjenek a jogosságát, hogy azt tulajdonolják, hogy ez vajon jogos-e. Ezzel szerintem nekünk egyéneknek semmi dolgunk nincsen, kollektíven sincsen semmi dolgunk. De ez nem csak a pénzre értem, hanem úgy egyébként, és ebbe beletartozik az is, hogy olyan emberekkel veszed körbe magad, akik folyamatosan ezt duruzsolják, és csak ez az ilyen negatív szöveg hangzik el tőlük, akár pénz, akár más témában, vagy olyan emberekkel veszed körbe magad, akik inspirálnak, akik azt nézik, hogy hogyan tudnak fejlődni, mert ez téged is előrébb fog vinni, mert hiába teszel te meg bármit azért, hogy saját magadat fejlesz, hogyha a közeg, amiben mozogsz, az ezt egyáltalán nem szolgálja. És ezek lehetnek nehéz döntések, nehéz pillanatok, meg egy külön téma is, de erre abszolút tudok kapcsolódni. Igen, hát szerintem a kollektív fájdalom testben benne van ez igazságtalanság. Ugye, az árulás, a cserben, hogy ez nem csak bennem van, hanem szerintem ez nagyon sok mindenkibe bekapcsol, amikor nézegetik a politikusnak, mit tudom én, hogy neki miért járnak, hogy ő azt mi fizettük ki, meg ilyesmi, és hogyha így engeded, hogy mindegy, ez csak jön-megy, akkor a sokkal könnyebb. Én mindig nézem a barátnémet, akiknek van mit a tejbe aprítani, és ő sosem feszül, és nem gondolkodik ezen a pénzem. Most kapott egy kerékbilincset, akkor kifizette is, kész. Tehát nem volt az, hogy hú, a személygárdák, ezt, meg azt, meg honnan lesz akkor, meg fú, most ezt hiányozni fog, majd jön, kész. És ezzel a szabadsággal szerintem ezzel, hogy engedi, hogy ez jöjjön, menjen, áramoljon, ezzel tud teremteni. Úgyhogy, ja, ez egy nagyon összetett téma. Még ezt az egyik akartam megmutatni, hogy én régen ilyet csináltam, borítékokat, hogy ráértem, hogy mennyit szeretnék teremteni, és valahol, már nem emlékszem pontosan hol, olvastam, hogy amennyi százalékot szeretné, nem is tudom, hogy volt pontosan, de hogy annyi százalékot, amely, ja igen, hogy 100%-ot fel kellett osztani, hogy mit tenni, mennyi az, amit a rezsi, mennyi az ajándékok, mennyi a tanulás, mennyi az utazás, az esküvő, a megtakarítás, stb., és nézd, én is itt már a megtakarítás 100-ból 35%. És akkor ilyen borítékokat csináltam, mindenre rá a célja, és a célnak megfelelően, hogyha 1000 forintom volt, azt is felosztogattam ezekre, mert azt hallottam, azt mondta az akkori, hát én őket mindig mesternek nevezem, akik itt bármit is tanultam, hogy ha már most elindítod azt az érzést, azt az energiát, ha csak 10-10-10 forintokkal is, hogy erre te már most költesz, akkor nem az lesz, hogy majd, ha lesz rá pénzem, költök rá, hanem én már most költök erre. Én már most teszek félre. És hogy a kicsit nem érdemes lebecsülni, igen, ezt a sportban is, hogy a 100 mérföldes út is egy lépéssel kezdődik, nem az, hogy Jézusom, hogy fogom lefutni a 100 mérföldet, inkább el se indulok. Hogy jaj, hát nincsen nekem a tízesem, hogy ebbe beletegyem, akkor inkább nem is teszek semmit, hanem hogy elkezdeni kicsivel. Abszolút igen. Mert hogy ezen a figyelem, és hogyha minél többet keres, és minél több pénzed lesz, hogyha már akkor vagy, addigra meg ki van alakulva egy olyan szokás az életedben, hogy félreteszel, és akkor már nyilvánvalóan nagyobb összegeket is tudsz bele később tenni, de akkor kezded meg ezt a szokást, akkor nagyon sanszos az, hogy az ember azt a többet is elküldi, amit mondtam, hogy nem azt számít, hogy mennyit keresel, hanem hogy milyenek a szokásaid, és a másik dolog az, hogyha esetleg tévedsz és elrontod. Olyan értelemben, hogy elkezdesz egy folyamatot, megakadsz benne, elkezdesz félretenni, hozzányúlsz, mégse sikerül, elkezdesz változtatni, felismersz dolgokat, aztán mégis elkezdesz a régi úton járni. Azért csak egyszer szerintem ne büntesd magad, és ne hibáztasd magad, mert hogy ez is egy nagyon fontos dolog, ez az útnak a része, hogyha egyszer elhatározod és elkezdesz félretenni, szerintem vannak még buktatók, és akkor kezded igazán, de engem mindig akkor kezdett el igazán tesztelni az élet, amikor elkezdtem megtenni meg föllépéseket, mintha leszólt volna a jó Isten, és mondta volna, hogy na igen, elkezdtél változtatni? De gyere, akkor ezt teszteljük le, hogy ez hogy megy neked. És akkor sincsen semmi baj, ha abba belebuksz, és nem mész hát feltétlen ezen a teszten, hanem az ott egy kicsit vele máson sikerül. A lényeg az, hogy szerintem akkor újra vissza kell térni, újra elkezdeni igényi a költségédet, újra rárakni a figyelmedet, mert ha rajta van a figyelmed, akkor az nagyon, nagyon sokat tud dobni a dolgon. És egyébként a gazdag embereknek rajta van a figyelme a pénzen. A szegény embereknek nincs, és hogyha már egy könyvet mutattál, itt van nekem egy, amit én nagyon-nagyon szeretek, ez a Milliómos Álma titkai. Ez a T. Harv Eker írta. Ez egy ilyen nagyon egyszerű és nagyon alapvető mondatok vannak benne a pénzről, de hogyha ilyen nagy aha élményeket akar az ember, akkor ez szerintem egy tök jó könyv, így akár első lépésnek is. Aj, tök jó. Köszi, Nóri. Én köszönöm nagyon.
Köszönjük szépen nektek is, hogy itt voltatok. Szerintem megint nem 30 perc lett. Nem is akarod tudni, hogy mennyi lett. De reméljük, hogy hasznos volt, és így hamar eltelik nektek is, illetve hamar eltelt nektek is. És hát köszönjük szépen, és jövő héten újra találkozunk. Addig pedig velem találkozhattok a saját zárt csoportomban, a Kalandor Királynőn, illetve nyugodtan keressetek fel privátban, edzés, illetve mentalitásfejlesztés témában. És téged, Nóri? Engem pedig nekem is van egy zárt csoportom, aminek az a neve, hogy minden nap önmagadért, úgyhogy ott abszolút fel lehet keresni, vagy hát illetve a Facebook és az Insta oldalaim. Most már lassan indul az élet, és lesznek újra csoportos alkalmak, úgyhogy már akár élőben is fogunk tudni találkozni nem sokára. Sziasztok! Sziasztok!